látják, az első perc vége, Lackó beadása, és ha jól láttuk, Csepregi lövését kellett, mert az oda sarokba ment hárítani a németnek. Igen, itt Lackó gyönyörűen megcsinálta a cselt, visszafelé hozta, és aztán egy szép támadás és befejezés volt. Aztán nagyon sokáig kellett várnunk. Figyeljék, egy szerzett labda, kicsit erőszakosod Robéna. Jó a lövés, alig megy kapu mellé. Szépen visszatámadtak a vasas játékosok, és lövés lett az eredmény. Nagyon tessenek figyelni, Lázok szabadrúgása német fején megcsúszik, nagyon ügyesen. Ő van legelől, a fal előtt, lekésik róla, vagy nem tud közbeavatkozni Lipcsei, és hát bizony el kéne gondolkodni azon is, hogy Kemenes jó helyen állt, hogy mennyi írható az ő számlájára? Hát azt nem tudom, de egy biztos, ez egy nagyon jó begyakorolt figura. Egy kapusnak ez a rém álmaiban ne jöjjön elő, amikor ilyen nagy tömörülésből valaki megcsúsztatja a labdát. Hát összességében azt mondom, hogy talán védhette volna, de nem az ő hibája. Itt jött egy újabb nagy helyzet. Piller őrületbe kergeti a védőket. Jó az átívelés is, aztán a kapu torkából fejeli ki. Aztán Bali volt az tettes. Igen, ez egy gyönyörű csel volt, a beadás is nagyszerű, nagyon jó futballista Piller, és kicsit magasan jött be a labda az érkező csatának, de itt pedig ugyan életveszélyesen jött be a labda oldalról, de vissza kellett nyúlni a vasas játékosnak, és ezért nem tudta a kapura húzni. Nézzük, Lipcsei szenzációs labdája, tényleg jobb lenne a középpályán lenne. Jóváncainak meg azt hiszem, hogy ezúttal bal szerencséje volt, mert fél méterre arrébb ezt német sem fogja meg. Így van, nagyon szép volt a labda, parádés labda volt, és ezek hiányoztak a Fradi játékából. Hozzáteszem, a lövés is gyönyörű volt Jóváncaitól, és ilyenkor szoktam mondani, hogy Tököli hiánya azért látható, és az ilyen helyzetekből mindig volt. Szenzációs kezdés. A második fél időben Lázok kap egy nagyszerű labdát. Azt mondtad ugye erre, hogy ezt előnzőzte. Igen, nagyszerűen játszott a Lázok, de voltak olyan szituációk, amikor ha önzetlen, akkor még nagyobb helyzeteket tudtak volna kialakítani. Jó, 35-ről Lazics rávágja, kipattan németről, de aztán könnyen megfogja. Igen, szép lövés, és hát német Gábor könnyedén megfogta. No kérem szépen, ez az az eset, amikor Kenesei, tessék nézni, először él a becserélése után a labdához. A jó, hogy szélozza meg a rövid sarkot, de ott volt Kemenes. Igen, itt a két nagyszerű játékos párharcából most ugyan Kenesei került ki győztesnek, de hát azért a góltól még messze volt. Egy nagy helyzet a Fradinak is, Fitos az, aki a végén fölé emel. Igen, hát nincs más hátra ilyen vesztett állásba préselni az ellenfelet a kapu elé, és akkor ilyen helyzetesség kialakulnak. Némi szerencsével gól lehetett volna, mint például ez a fejes is. Igen, Lipcsei szabadrúgását Lackó nagyon jó irányítja, de mégsem annyira jó, hogy gól legyen. Igen, hát az egyik oldalon ez bement egy csúszatás révén, itt egy gyönyörű a fejes, de hát nem ment be, szóval ilyen apróságokon múlhat a csapat élete. Na figyeljék azt a szituációt, amikor Lázok nem önző, fölnéz, szenzációs a labda Bekeneseinek. Ő meg a kapust érintve szerzi meg a vasas második gólját. Én azért Lázokot dicsérném, mert az, hogy azt megállapítottuk, hogy egy-két szituációt rosszul oldott meg, az egy dolog, de a mérkőzésen végül... De mondtam, hogy versenyben volt. Igen, versenyből, nagyszerű játszott, címért. De hát magamat akarom egy kicsit korrigálni, mert fantasztikus volt, ahogy fölnézett és ahogy Kenese elé tálalt a labdát. És erre mondom azt, hogy a jó játékos egyből egy helyzetet belül, mindegy, hogy kis szerencsével, de én még mindig csodálom Keneseinek a játékát, és egyáltalán a futball, szóval imád futballozni az ember, én többé-kevésbé ismerem őt, szóval ilyen játékosok jellemének. Meg Lázok a tettes megint, de most negatív értelemben. Azt mondja, hogy ő neki fönn volt a keze, de sárgalapot is kap Kassai bírótól, és 11-es. Hát itt messze állt a beadótól a Lázok, és emiatt ugye történt ez a szerencsétlenség. És belül volt a 16-oson belül, ott áll Lipcsei, de ott van német, és tudta, hogy arra megy a labda. Óriási bravúr. Igen, hát egy elbizonytalanodott csapatnál ilyenkor még a legrutinosabb játékos is hibázhat sajnos. De hát dicsérjük meg német Gábort, fantasztikusan kivárt. Leolvasta, vagy kiolvasta Lipcsei gondolatát, és parádésan hárított.